kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, mégpedig azért, mert Szörényi Szabolcsról beszélgetünk ezekben a percekben. Ugye egy pár nappal ezelőtt, ugye mint Kossuth Díjas érdekes basszusgitáros zeneszerző, az Illés Együttes alapítója, lapos tagja, ugye Szörényi Levente testvérbátyja pár nappal ezelőtt hunyt el, és ugye itt a különféle újságcikkek is lehozták azt, hogy hát milyen volt az élete fő pontokban, ugye amikor ezt itt szokták. És fölmerült az, hogy végigpörgettem én is a sztorit, hogy hát itt van egy Szobi meg egy Váci vonatkozása is ugye Szörényi Szabolcsnak, ahogy mondtuk az előzőkben, azért itt Szobon volt, aztán pedig ugye Vácon voltak, ott tanultak, és akkor azért már itt mandolin zenekar volt, triózgattak, zenélgettek, mert egyébként az egykori Sztáron Sándor, ma a Madách Imre gimnáziumban, és hogy úgy tudatosult bennem azt, hogy akkor a Váciaknak itt azért van mondjuk egy két évnyi Szörényiük. Igen, ráadásul ahogy én gondolom, és az előbb mondottakat egyébként is tovább gondolom, erősítem magamban azt, hogy akkor ezért az már az a korszak lehetett, amikor ők nagyon nyitottak voltak arra, hogy lépjenek a beatbe. A beat környékén valami erőset gimnazistaként. Egészen biztos vagyok benne, hogy azok a nóták, azok a dalkezdemények, amik aztán később nagyslágerek lettek, aztán ismerjük tőlük, és szeretjük őket, azok valahol már ott voltak kezükben. Igen. Nyilván, egészen biztos. És azért mondom, hogy azért ezt valahogy a Váciak úgy nem tudom. Tehát nem kis iskolások voltak, hanem ott már valami volt. Ott már felnőttkor küszöbén álltak ők ketten, akkor is már ketten, és szerintem tuti jó lehet. És miért nincsen Vácon Illés nap egyébben egyszer? Ugye nagyon fura. Ezt még folyamatosan azért itt pedzegetni fogom ezekben a percekben. Viszont, hogy egy picit megismerjük, akár mondjuk ezt az időszakot, meg Szörényi Szabolcsnak a dolgait, életét, nyilván 10 perc nem elég rá, de nekem eszembe jutott Majnik Laci barátunknak a neve. Ugye Laci, ahogy mondtam, egy récsági úriember, egy olyan zenetörténész, Illés szakértő, hogy megőrülsz, tehát egyébként több könyve is megjelent, ugye Mindörökké jó, meg azt az Omega együttes története hangfelvételek tükrében, az Illés zenekar története hanglemezei tükrében, meg a Hungári együttes története és egyébként hanglemezeik tükrében, a Barázdák között, a sorozatnak a címe egyébként. Óriási tudor a Laci, elsőbb nagyon jó zenész, tehát hogy multi instrumentalista és egyébként a beat korszak, tehát élő két lebojáró enciklopédiája, tehát hogy amit ő nem tud, az nincs alapvetően. És a Lacit elértük egyébként, és kértem, hogy azért picit beszélgessünk erről, ha már ennek van egy Váci vonala, úgyhogy Majnik László elvileg itt is van a vonalban. Szia, Laci, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szia! Nekem meglepő volt, de nyilván mondjuk neked, mint zenetudónak azért nem, hogy itt azért egy dunakanyari Váci vonal az Illés elindulásánál azért van. És az egyébként azért meglepő. Igen, mindenféleképpen van, ráadásul elég erős a kötődésük ehhez a térséghez. Aha. Annál is inkább visszamennék nagyon az elejére, de csak egy fél mondat kapcsán, hogy a világháború alatt a Szörényi család elindult Sopronba, aztán Ausztriába jutottak, ott született a Levente Mondenben, de aztán, ahogy véget ért a háború, visszajöttek Magyarországra, mert az édesanyjuk mindenféleképpen magyar gyerekeket szeretett volna nevelni a két fiúból. Aha. És hát nem éltek valami jól, elég szegények voltak, és 1956-ban beiratták a két Szörényi fiút Szobra, egy ilyen állami fiú nevelde volt ez tulajdonképpen. És itt eltöltöttek némi időt, ami összefort a zenéléssel is természetesen, mert a Szobon ebben az intézetben működött egy ilyen mandolin zenekar, ahová a két Szörényi fiú becsatlakozott, és ment is egy darabig, ugye nyilván nagyon szerették zenélni, de aztán a Szabolcsot fertőzte meg először a gitár, és hát úgy tanult meg ő gitározni, sőt a zenei alapokat is úgy tanulta meg, hogy összeismerkedett ott Szobon egy ilyen vendéglátós zenésszel, aki őt megtanította itt az alapvető akkordokra, az akkordokra, igen. És aztán a Leventének tulajdonképpen ő adta tovább már a tudást. Ő köztük mennyi idő is van egyébként évben? 2 év van a Szabolcs 1943. szeptemberében, a Levente pedig 45. áprilisában született. És akkor innen ugrunk akkor át Vácra?
Tulajdonképpen először Vácra ugrunk, igen, mert elkerülnek a Sztáron Sándorba, oda a gimibe, és hát ők ketten ott már ott forra a levegő, ott ilyen Rocco Granata Marina, meg Adriano Celentano számokat énekelnek. Ami ott nem vett jó néven a iskolai vezetés. Egyáltalán. És hát azt nem tudni, hogy ebből fakad-e, vagy nem, de a Levente aztán azt mondom, hogy 2 év után ott is hagyta a Sztáront. Aha. Gondolom, hogy ez is közrejátszott. Hát ő nagyon zenélni szeretett volna. Ami aztán így is lett. Így is lett. Figyelj, hogy mi jó pár percünk van még. Hogy látod, hogy ítéled meg akár mondjuk a magyar zenei szintéren szakmailag vagy nem is tudom milyen szempontok alapján azt egyébként, hogy a Szabolcs mit tett le az asztalra, hogyha az illést veszük, akár mondjuk, mint basszusgitárosként, Laci. Ezt nagyon fontos helyre tenni, mert a Szabolcs mindig a háttérben tevékenykedett. Nyilván ugye tudjuk, hogy a basszusgitárosok sosincsenek úgy nagyon a középpontban, viszont azt is tudjuk, hogy a basszusgitár jelenti a zene közepét. Bizony. Mindenféleképpen. Ugye, bocsánat, ugye talán Sting mondta azt, egyébként nem tudom, Norbi, tesz hallott ezt a anekdótát, ugye, hogy mindig a basszusgitáros dönti, hogy milyen akkordról van szó, hogy milyen hangot fog alá. Tehát, hogy nyugodtan kaparoszni a gitárosok, a bőg is fog eldönteni azt, hogy akkor ez milyen akkord lesz. Igen, bocsánat, zárójelbe zárom. Élet, halál, ura. Nem, ez így van. Igen. És a Szabolcsnál ez, tehát ő felvételek százai bizonyítják azt, hogy ő nagyon szerette a hangszert, amit ő választott magának a 60-as évek elején, és egy picikét itt még visszaugranák vonalhoz, hogy Nógrád Verőce is egy fontos állomás az életükben, mert akkor már az Illés tagjaként az Express táborban játszottak, és ott születtek meg az első magyar nyelvű beat dalok, mint a Gómont például, vagy a Légy jó kicsit hozzám. Aztán. És ennek kapcsán is visszatérve a Szabolcsra, tehát nyilván ezek közös szerzemények voltak, és a Szabolcs ő rengeteget tett ezekhez hozzá, mert olyan basszus szólamokat dolgozott ki már a legkorábbi daloknál is, tehát már a legkorábbi években, amíg azt jelezték, mindenféleképpen azt jelezték, hogy itt nem egy szimplán jó basszus gitáros játszik, hanem egy igazi zenét fogja azt a hangszert. Nagyon fura volt egyébként, amit én érzékeltem korábban gyerekkoromtól kezdve az Illésnél vagy a fonográfnál is, azt, hogy egy visszahúzódó volt a többiekhez képest, és én azt gondoltam, hogy annyi szerep, ekkora feladat, ekkora súly, talán nincs is rajta, még azt is mondom, nagyon csúnyát fogok mondani, csak egy basszus gitáros. Nem, abszolút nem ez volt, annál is inkább, mert ahogyha föltesszük a lemezeket, akár már az egész korai Illés korszakban, de a fonográf lemezek korszakában már mindenféleképpen, őt nagyon érdekelte a hangfelvétel is, tehát a rögzítési technika. Uh-huh. Ő egy ilyen kísérletező ember volt, és nagyon sok újdonságot kipróbált, és az, hogy ennyire egy tömbből faragottan szólnak azok a felvételek a mai napig egyébként, az mindenféleképpen az ő érdeme is, sőt, nagyban az ő érdeme. Igaz. Tehát ő a stúdióban is egy óriási fazon volt. Egészen a 80-as évek közepéig ő egyébként mondjuk úgy, hogy producerkedett is. Ami leginkább ugye hangmérnökösködést jelentett itt a magyar viszonylatok között. De ő nagyon sok lemezt felvett, és óriási füle volt, abszolút hallással rendelkezett. Ez volt az ő fő tevékenysége azok után, mikor mondjuk akár az én esetemben is eltűnt a látókörből, mikor már nem voltak ezekben a zenekarokban megjelenések, akkor ő egészen napjainkig elhunytáig tulajdonképpen, hogy tudott, mivel maradt meg a zenében? Hát tehát mondom, sokáig ugye lemezeket készített, producerkedett, azt hiszem, hogy 89-ben vagy 90-ben, bocsánat a nem pontos évszámért, ő készített egy szóló lemezt is. Aha.
És utána ő igazából a zenéléstől visszavonult, ugye az Illésnek és a Fonográfnak a Nosztalgia koncertjein. Összeálltak újra, igen. Összeálltak újra, akkor jött elő, de igazából ő egy olyan teljes zenei pályát írt le, olyan magas színvonalú munka jellemezte az ő életét, hogy a 90-es évektől kezdve már fő tevékenységén nem is igazán jöhetett más, aha, csak az ő hobbija, nyilván, a vasút modellezés. Jó, vasút modelles volt! Igen, megrögzötten rajongott Szörényi Szabolcs a vonatokért, a vasútért, és ő képes volt turnék szünetében is naphosszat az ágyban pedánsan betakarózva a vasúti menetrendet tanulmányozni. Vonatra száll, vonatra szállunk, úgy megyünk. Nagyon. És egy csomó Illésdal van egyébként vonatos, illetve nem is Illésdal, hanem inkább Koncz, például a Vigyázz, ha jön a vonat című dal, az ő vasútazását örökíti. Őrület. Hát Laci, nem csalódtunk benne továbbra sem, mert hogy olyan dolgokat mondtál, amik azért abszolút egyrészt megmosolyogtatóak, másrészt meg tényleg egyébként kulisszatnyik, úgyhogy köszönjük szépen, hogy tudtunk veled beszélni. Örülünk, hogy itt voltál velünk, Laci. Köszönöm szépen a beszélgetés, örültem neki nagyon. Köszönjük, mi is. Szia, minden jót. Majdnik Lászlóval beszélgettünk, tehát szakértővel, beat zenetörténésszel azért. Nagyon vastag a tudás. Tehát a Laci az nagyon-nagyon minden. Nagyon mély a tudás, amit ő most csak megvillantott. Igen, tehát ugye, és ugye akkor a korszaknak egy akkora szerelmes egyébként a Laci, hogy nyilván órákig lehetne még Szabolcsról beszélni, órákig lehetne akár az Illésről beszélni. Mondom úgy, ásta bele magát mondjuk ebbe az egészbe, hogy a zenekar történetét a hanglemezeik tükrében viszi végig. Tehát, hogy de jó lenne ezt folytatni valamikor bármilyen módon ennek a... Gondoltam, de lehet, hogy nem fog ráérni, mert azt tudom, hogy egyébként, hogy ő Peste lemezboltban dolgozik, tehát na, igaz is. Pluszban, tehát igaz, hogy egyébként olyan lemezgyűjtemény, hogy véged van. Gondolom. Én gondoltam arra, hogy én ugye magyarban, magyar zenében én nem vagyok annyira jó, és akkor tudod, a péntekenki reggeli zenei rovatban, a magyarban ott, akkor mondom, hát mondom, jön egy 2-3 perc, lehetente egyszer, majd megpróbálom meggyőzni. Nagyon jó ember. Igen. A műsorszám